Miben hasonlít Conor McGregor és Johann Sebastian Bach? A heves természetükben. Bach a zenei világ egyik, sokak szerint a legnagyobbja, de ő is csak ember volt, és igen, lobbanékony. 20 éves korában történt, hogy hazafelé sétálva találkozott fiatal tanítványokkal, akiknek a zenekarát dirigálta, és a köztük lévő G.S. Bach, a fagottos, nem vette jó néven, hogy játékát zöldfülűnek nevezte. G.S. Bach kutyának nevezte, majd kedvesen rásuhintott párat egy bottal Johannra, aki addigra már a kis bökőjét készült használni. Végül földhasz lett a vége, míg szét nem választották őket. Bach bepanaszolta a diákot, de végül egyiküknek sem lett komolyabb büntetése. Másik eset, amikor 1717-ben a zeneszerző börtönbe került, mert el akarta hagyni akkori munkadóját, aki történetesen egy gazdag herceg volt, és nem tetszett neki a komponista viselkedése, ezért egy 4 hetes gondolkodási időre bevágta. Ez nem törte meg Bachot, mert még bent is folytatta fejben a zeneszerzést, lehet, hogy még a fegyencedzést is elvégezte. Ha eddig nem ismerted Bach zenét, akkor a csatornámon találsz a cselló darabot, és megtudhatod, hogy